Reggeli Monitor. Felülték az első kereskedelmi holdjárót szállító amerikai vulkánrakétát, és úgy tűnik, hogy sikeresen el is indult a hold felé. Minden ilyen esemény óriási történet, de most úgy veszem észre, hogy ez maga nemében egy különleges, vagy nagyon fontos, akár mérföldkőnek is nevezhető. Ez így van, ez mi szempontunkból nézve három elsőség is történt. Ugye az egyik az magának a Vulcan Centaur rakétának ez a szűzrepülése, az első repülése, ez a United Launch Alliance új fejlesztésű rakétája, és hát nyilván egy első repülésnél mindig ott van az extra izgalom, hogy hogy sikerül, és ugye ráadásul nem volt, ami egyébként szokott lenni, egy rakomány nélküli tesztrepülés, tehát itt élesbe ment azonnal a történet, és ugye a két fő rakomány közül az egyik a Peregrine holdi leszállóegység, ez pedig az Astrobotic nevű magáncégennek a holdi leszállóegység, és ez pedig a NASA úgynevezett kereskedelmi holdi szállítások szolgáltatásának az indítása, az első repülése, az úgynevezett Commercial Lunar Payload Services, és ezen belül, mivel ugye a NASA azt mondja, hogy ő akkor nem maga repül, hanem megbíz amerikai cégeket ezzel, hogy juttassák el a műszereket, mindent, amit szeretne a holdra, a cég pedig próbálja meg feljavítani idézőjelbe téve a kihasználtságot és az anyagi helyzetét azzal, hogy más hasznos terheket is el tudnak vinni ezek a cégek. És akkor ilyenkor a NASA-nak nem kerül annyiba, meg az adófizetőknek, és egyébként meg vannak jelentkezők ezekre a helyekre. Például a Pulis Space is jelentkezett hasznos teherrel. Mi így ez? Van. Ugye a NASA egyrészt megversenyezteti a különböző amerikai vádokat, jelenleg 13 akreditált cég nevezhet be egy NASA által kiírt puharra, úgy szólván, és nyilván akkor ezek a cégek pedig megpróbálják a hasznos terhet kibővíteni, és mi az Astrobotikot már nagyon jól ismerjük, több mint 10 esztendeje, és így jutottunk hozzá, hogy akkor mindenképpen legyen egy hasznos teher az Astrobotic első repülésén, és ez történt meg most. És most akkor valami műszer, ne talán a vízszimataló került föl erre az űrhajóra, vagy más? Ebben az esetben még nem tartunk ott, egy emlékplakett került fel a Peregrine-re, így hívják a holdszondát. Ez a Kuli téridő plakettje, amit azért neveztünk el így, mert nem csak a térben és az időben szeretnénk megőrizni néhány gondolatot, hogy cégek, magánemberek, közösségek mit látnak, vagy mit tartanak érdekesnek most így a 2020-as évek elején itt Magyarországon. Egyrészt a holdon jó pár ezer évig, ha minden jól megy, ott lesz a plakett is olvasható, de létezik egy földi változata is, egy kerámia változata, amely a hallstatti sóbányában van, és várja a néhány ezer év múlva érdeklődőket, hogy mit mondtunk el, hogy mit gondoltunk mi ekkor erről. Tehát ezért neveztük el téridő plakettnek. Ugye a Puli Space már régóta részt vesz ilyen holdi kutatásokban, illetve ehhez kapcsolódó fejlesztésekben. Ez a plakett egy ilyen szimbolikus történet. Ez miért volt fontos, hogy fölkerüljön mindenképpen erre a szállító. Ez tulajdonképpen egy belépő ahhoz, hogy később komolyan vegyék, vagy miért kell? Ez részben egy belépő is, hiszen annak ellenére, hogy ez egy viszonylag egyszerű tárgy, azért bizonyos dolgokat itt is végig kell játszani műszakilag, tehát csak úgy oda visszük valahonnan, hogy akkor ezt tegyétek már föl. Ez nem így működik, hiszen azért van egy kockázata anyaghiba, bármi törés miatt, akkor ott elég komoly károkat tud okozni, tehát ugyanúgy végig kellett menni bizonyos tesztelési folyamatokon, mint bármi más műszer esetén. Nyilván ez egy passzív dolog, tehát például elektronika vagy sugárzást testet nem kellett most elvégezni, tehát ilyen szempontból egy tanulási folyamat is volt a részünkre is, hogy mik azok a követelmények, amiknek meg kell felelni. A szimbolikus jelentősége pedig azt gondolom, hogy ott van, hogy eddig legalábbis hogy nagyjából minden mélyűri misszión ott van valamilyen névje, vagy valamilyen üzenet, vagy bármi, és mások is küldtek ilyen emléktárgyakat, vagy üzeneteket, vagy kis múzeumokat idézőjelbe téve, és ez kiváló lehetőség arra, hogy népszerűsítsük magát az űrtevékenységet, ebben az esetben pedig konkrétan rámutassunk arra is, hogy a hold egyre izgalmasabb lesz, és nyilván el tudjuk mondani, hogy mi most ott vagyunk, megvettük a belépőt, indulunk a holdra, és hogy akkor miért kell a holdra menni? Elhangzott a legfontosabb kérdés. Miért kell a holdra menni, és ez a holdjáró, túl azon, hogy ez az első kereskedelmi holdjáró, tehát valóban itt már az üzlet valahol megjelenik, vagy a vállalkozások megjelennek, de hová tart ez, vagy merre tart ez a történet? A hold ugye újra az érdeklődés fókuszában van, és a cél az, hogy megtanuljunk egy bázist építeni, megtanuljuk
a holdat, ha úgy tetszik, egyfajta ugródeckaként hasznosítani a mélyűri missziókra, vagy a naprendszer további felfedezésére és feltárására. Ehhez viszont ugye a holdon körbe kell nézni, meg kell tudni, hogy mi van ott. Még nagyon sok mindent nem tudunk egyébként a holdról, annak ellenére, hogy már ugye volt néhány expedíció, de még rengeteget tudunk tanulni, és maga a hasznosítás pedig úgy néz ki, hogy ha már oda megyünk, és mondjuk bázist akarunk építeni, akkor jó paraszti észre azon kell elgondolkozni, mi az, amit tudunk hasznosítani az ott megtalálható erőforrásokból. Ez a kezdet. És például itt vagyunk mi a vízszivatolóval, ugye ez a kis eszközünk, ez egy miniaturizált neutrondetektor, amelyel ki lehet mutatni a talaj felső rétegében levő hidrogén, illetve az analóg módon a víz jég mennyiségét, ami nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy hol van a holdon és mennyi van, mert ha ezt tudjuk, és a megfelelő technológiák is elkészülnek, hogy ezt hogy tudjuk kinyerni, akkor azon kívül, hogy a bázis lakói részére nem kell szállítani a vizet, üzemanyagot tudunk készíteni. Ezzel drasztikusan meg tudjuk változtatni a mélyűri kutatásoknak a logisztikáját, hiszen nem kell az üzemanyagot a földről cipelni, hanem ott tudjuk előállítani. Az erőforrások feltárása egyébként nagyon fontos, hiszen a naprendszerben, kezdve a holdon, a földhöz képest végtelen mennyiségű erőforrás áll rendelkezésre. Tehát ez a földi problémák megoldásához is nagyban hozzá fog tudni járulni, nem egy év alatt, nem két év alatt, mert egy hosszú távú programról beszélni nagyon fontos. Na most mit jelent ez az egész a Puli Space tevékenységében, életében? Tehát azt tudjuk, hiszen arról már nagyon sokat beszéltünk itt is, meg hát máshol is hírt adtak róla, hogy ez egy díjnyertes fejlesztés, ez a vízszimatoló, ez bekerült egyébként a NASA programjába is, de a továbbiakban milyen egyéb fejlesztések, milyen egyéb további terveik vannak a holddal kapcsolatban, és milyen reményeik vannak arra, hogy kereskedelmi vállalkozásként bekerülhetnek ezekbe a kutatásokba úgy, hogy egyébként úgy tűnik, hogy Magyarországon túl nagy támogatottsága nincs önöknek. Hát egyrészt reméljük, hogy most a mostani indítás segít vinni a hírt, és el tudjuk mondani egy nagyobb közönségnek is, hogy miért fontos a holdra menni. A Puli részére pedig azért fontos, hogy most ott vagyunk, mert egyrészt mondom, megtanultunk jó néhány dolgot, hogy mi kell egy hold küldetéshez. A vízszimatolónk is készen van, és még idén egy másik ugyanilyen kereskedelmi jellegű repülésen fog indulni, remélhetőleg még az év vége előtt, az Intuitive Machines nevű cég, amelynek a második küldetésén van két vízszimatoló is. Ezek készen vannak, a start időpontját várjuk tulajdonképpen, tehát szakszóval azt mondanám, hogy télre 80 vagyunk, ez a legmagasabb készültségi fok a repülés előtt. Ezen dolgozunk, hogy ez működjön, és itt már a gazdasági részt is próbáljuk tesztelni, hiszen egy olyan megállapodást sikerült kötnünk az Intuitive Machines-szel, hogy mi szállítottuk az eszközt, tehát ennek a költségét vállaltuk. Az Intuitive Machines viszont költségmentesen elviszi a vízszimatolót a holdra, és az adatokat, hogyha sikeresek vagyunk, akkor megnézzük, hogy hogy lehet a piacon értékesíteni. Ez lehet a NASA, lehet egy magáncég, amely azon dolgozik, hogy a holdi vízjéggel építsen egy logisztikai rendszert, amivel éppen ezt a üzemanyagot tudják előállítani. Egyébként mekkora keresletre számíthatnak, vagy mekkora lehetőség van ebben? Vagy mennyien foglalkoznak egyáltalán a nagy űrközpontokon kívül ezekkel a kérdésekkel? Hát megindult egyfajta verseny. Ez most nem két pólusú, mint annak idején a 60-as években, hanem több szereplős. Nyilván van két nagy szereplő, ez Amerika és Kína. De ezen kívül Japán, India is ott van, és több országnak is már, Korea, hogy csak néhány konkrét példát mondjak, ugye a japánok itt úton vannak, és nem sokára megkísérlik a leszállást egy állami céggel, de a japán magáncég, az iSpace már az első expedíción túl van, ők nekik ugye nem sikerült a leszállás, de már a másodikon dolgoznak, tehát van igény, hogy pontosan mekkora lesz a kereset, ezt nyilván senki nem tudja, vannak becslések, amelyek kb. 30 milliárd dollárra teszik ezeket a első évben létrejött piacot. Nyilván ennek egy jelentős részét az űrügynökségek fogják még finanszírozni, hogy segítség a magánszektor kialakulását ebben. De a vízszimatoló adataira mekkora piac lehet? Tehát a saját piacukat is felmértékelik. Ezt is nehéz megbecsülni. Azt mondom, hogy
per pillanat senki nem tudja, hogy hol érdemes bányászni, tehát vakon kezdenének valahol bányászni, akkor azt mondja, hogy van érdeklődés. Konkrétan mi már beszéltünk néhány céggel, akiknek az a víziójuk, hogy ők egy vízalapú logisztikai rendszert hoznak létre, tehát erre van igény egy általános projektre is, a programra, hogy ezeket a feltáró expedíciókat megszervezzük. Tehát mi látunk ebbe fantáziát, nyilván nem 1000 vagy 2000 ügyfélről beszélünk, hanem egy kézen vagy maximum két kézen megszámolható ügyfelekről, viszont ez lehet egy érdekes dolog. Vagy az fog kialakulni, hogy publikussá válnak az adatok, és akkor valamelyik űrügynökség, vagy valamelyik kormányzati szerv fogja támogatni, vagy megvásárolni ezeket a lehetőségeket, hiszen nyilván valakinek meg kell csinálni. Most egy leszűkített változata, hogy hol lehet érdemes vizet bányászni, az 6000 négyzetkilométer a Holdon. Most tessék számolni gyorsan, ha csak 100 méterenként akarunk mérést végezni, sűrűbben szeretnének a hozzáértő kollégák, akkor egy négyzetkilométer 100 mérést jelent. 6000-szer 100 az elég sok, ezt nem tudja megcsinálni senki egyedül. Tehát akkor van piaca a snoopernek is, a szimatolónak is? Így van, ebben bízunk, és ezt nyilván nem tudjuk megmondani, mikor, de ha sikerül a most a repülésünk, akkor ez be fogja indítani ezt az úgynevezett szlunázsi gazdaságot. A Puli tulajdonképpen a cég névadó terméke vagy fejlesztése, ami nagyon izgalmas kis rover, ennek a továbbfejlesztése tervben van-e, vagy ezt elengedték, mint kísérleti modellt, amivel tulajdonképpen hírnevet szereztek, de igazából más kutatási irányok, vagy más fejlesztési irányok sokkal nagyobb eredménnyel kecsegtetnek? Nem engedtük el egyáltalán, hiszen ahhoz, hogy például a vízszimatolót is be tudjuk vetni megfelelően, ahhoz kell egy felszíni, holdfelszíni mobilitás. Most itt nyilván több konkurencia van, de az előbb említett számokat, hogyha meggondoljuk, akkor bizony van lehetőségünk ezen a területen is tovább lépni. Most készítettünk el egy első küldetéstervet, amelyet az Európai Ügynökség ötletpályázatára nyújtottunk be. Az ügynökség kiadta a jelszót, hogy nézzük meg, hogy meg lehet-e csinálni egy holdi küldetést 50 millió euróból, capumpak mindenestül. Mi erre beadtunk egy komplett javaslatot, ez most kiértékelés alatt van, és ebben a rovernek is nagy szerepe van, tehát szeretnénk ezt megmondani, hiszen a felszíni mobilitás az ugyanolyan fontos második lépésként, mint az első, hogy eljussunk a Holdra. Tehát nem adtuk fel egyáltalán, nem szeretünk feladni dolgokat. Reggeli Monitor.